mindenkit a Csodák Palotája Tudományos Csopakafjának második rendezvényén. Azokat, akik itt a helyszínen követnek minket, és azokat is, akik a Galileo csapatának segítségével a világhálón keresztül kapcsolódnak be a mai tudományos kávézásunkba. Egy hónappal ezelőtt indítottuk el ezt a sorozatot, és a célunk az az, hogy a kutatói életpályáról bemutassunk olyanokat, akik már mondjuk, mint múlt havi vendégünk, egyetemi tanárok, kutatócsoportvezetők, de ugyanakkor teret engedjünk a fiataloknak is, és ezúttal köszöntöm körünkben dr. Szabó Tamást, az Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontjából, akivel ezúttal fogunk beszélgetni a mikrokapszulák rejtelmeiről. Tamást elég régóta ismerem, szinte azóta, amióta az egyetem kapuját elhagyva betért a Tudományos Akadémia kutatóintézetébe, és szerencsém volt végigkövetni, ahogy kutatóvá érett, úgyhogy ezért is tegeződünk majd a mai nap folyamán. És a hagyományainkat követve a Csopa Café első részében egy kicsit megpróbáljuk megismerni Tamást, illetve mindazt, amivel ő foglalkozik. A BME-n végeztél vegyészmérnökként, ezután két út biztosan áll a fiatal szakember előtt. Az egyik, hogy elmegy az iparba, a másik pedig az, hogy az akadémiai vonalat, a kutatást választja. Te miért indultál ez az utóbbi útvonalon? Igen. Köszönöm szépen először is a meghívást, és köszöntök szeretettel mindenkit, aki érdeklődik a téma iránt. Kérdés nagyon jó, és hát még talán azt tudom mondani, hogy az egyetemet közvetlenül elvégezve még könnyebb volt választani, mint hogyha most kéne. Mert már árnyaltabb a dolog. Akkoriban talán ez mindenkinek a habitusától függ, hogy inkább a laboratóriumban vegyszerek között szeretne valami újdonságot alkotni, vagy egy picit pörgősebben a világgal jobban kapcsolatot tartva személyesebben az iparban feladatot vállalni. Azt hiszem, hogy most így pár év kutatás után az tűnik a legnagyobb különbségnek, hogy majd lesz olyan dia, ahol ez jól látszik, hogy nagyon-nagyon összetett sokrétű munka, kutatói élet. Sokan, akik azt hallják, hogy te egy vegyész vagy, arra gondolnak, hogy egész nap ott állsz fehér köpenyben a laboratóriumban, robbantgatsz, egyik lombikból öntözöd a másikba a színes folyadékokat. Mivel telik egy vegyésznek, egy anyagtudománnyal foglalkozó kutatónak a hétköznapja? Készítettem ide vonatkozó ábrákat. Hát először is... Oké. Először is azt lehet mondani, hogy robbangatással sajnos nem foglalkozom. És az utóbbi időkre pedig már annyira visszaszorult a labormunka hányada az egész bent töltött munkaidőben, hogy most aztán végképp máshol kell kiírni ezeket a hajlamokat, meg kell nézni a tévében természetesen. Vagy el kell jönni a Csodák Palotájába, az előadó teremben naponta négyszer minimum láthatunk tüzes robbanásos kísérleteket is. Szóval ezeken a kördiagramokon próbáltam szemléltetni, hogy a kezdetekkor, illetve mostanában hogy épül, hogy áll össze egy munkanap. Ez a piros szimpatikus rész, ez jelenti a labormunkát. Itt, ahogy András említette, lombikokkal kell játszani nyilván, de preparálni. Mindig a preparatív munkát részesítettem előnyben, az előállított termékeket aztán műszeres vizsgálatoknak vetettük alá mindig. A kis kék szelet az együttműködéseket, itt a kollégákkal, illetve más intézetekkel, más csoportokkal való együttműködéseket értem, illetve különböző témák összefonódása is előfordul. A zöld viszonylag nagyobb hányad, pedig a tudomány kommunikációt jelenti. Legnagyobb jelentőségű talán a tudományos cikkek írása. Az ehhez szükséges irodalmazás, tájékozódás, illetve konferenciákon a szakmai és kevésbé szakmai publikum számára való bemutatás. Illetve a pici szeletként jelentkező fekete mező a pályázatokat és mindenféle egyéb adminisztrációs feladatokat jelenti. Az az érdekesség ebben a folyamatban, vagy hát itt a második ábrában, hogy mint mondtam, a labormunka az egészen visszaszorult,
Tehát ezt a nagy mennyiségű munkát át kell, ki kell szervezni diákoknak, vagy más kollégáknak. A pályázatírás fontossága az, illetve időigénye az nagyon megnőtt, illetve az együttműködéseké is. A tudomány kommunikáció szerepe az maradt. Tudom róla, hogy időről időre elmész középiskolákba, és ott is próbálod népszerűsíteni a kémiát és a tudományokat. Miért érzed ezt fontosnak? Honnan jött ez? Hát voltak példaképek a közvetlen csoportban is, akik erre rávezettek, hogy milyen lelkesedéssel lehet átadni fiatalabbaknak a kémia többféle szintű ismeretét. És aztán később, ahogy én is csatlakozhattam a munkához, láttam, tapasztaltam, hogy nagyon fontos elég korán elkezdeni a kémia, vagy általában a természettudományok megismertetését. És ezt valóban végeztük budapesti, illetve vidéki középiskolákban, mint egy turnészerűen, egyszerű kísérletekkel, illetve előadásokkal is. És ez nekünk is fontos, hogy tudjuk, hogy a különböző generációk mennyire tájékozottak, mit ismernek az éppen aktuális tudományból. 2015-ben idén tavasszal védted meg a doktoridat, akkor szereztél PhD fokozatot, és az előadásod főleg arról fog szólni, hogy mivel foglalkoztál az alatt az évek alatt, amíg elérted azt, hogy ezt a fokozatot megkapd, de tudom, hogy nemrég nyertél el egy MTA posztdoktori pályázatot, amely finanszírozza az elkövetkezendő években a kutatásaidat. Egy picit hallhatunk-e arról, hogy most mi van a lombikodban, és aztán megnézzük, hogy mi volt az a nagy munka, amiben éveken és folyamán dolgoztál. Igen, valóban a csoportunk egy kis profil tisztításon, egy fókuszáláson esett át az elmúlt időkben, ezért a kapszulázás egy picit perifériára szorul, de majd az előadás végén említek olyan témát, ami most is fut, és nem kevésbé érdekes. Az új témánk, amelyel most én személyesen is foglalkozom, illetve pályázatot erre nyertem, az a szenzorok témakörébe tartozik. A szenzorok lényege, hát most elhelyezzem a szenzorok egy pici csoportjáról fogok beszélni. Például, hogyha az alkoholszondát nézzük, ott a légtérben lévő bizonyos molekulák, hát itt az alkohol molekula megkötődését, illetve koncentrációját mérhetjük, a bizonyos érzékeny rétegen való megkötődése alapján. Nekem az a feladatom, hogy különböző összetételű érzékelő rétegeket hozzak létre speciális molekulákból, melyek az vele érintkező közegből, ami lehet igazából légnemű, illetve folyadék is, megkössön a számunkra kívánatos kis molekulákat, vagy nagyobb szerkezeteket, és lehetőleg mennyiség arányosan. Tehát egy koncentrációt tudjunk mérni, minél kisebb méretben, minél gyorsabban, precízebben. Az érzékelő réteg tulajdonsága a kívánt anyag megtapadásakor változik. Ez a tulajdonság, ez lehet a réteg tömege, valamilyen optikai tulajdonsága, vagy elektromos vezetőképessége akár. És ezt a tulajdonság változást tekintjük jelnek, a szenzor által érzékelt jelnek, és ebből következtetünk a kívánt közeg, vagy a vizsgált közeg összetételére. Ilyen érzékelő rétegeket a képen látható makromolekulákból, szupramolekuláris szerkezetekből tudunk létrehozni. A csoportunkban többféle nanoszerkezeteket, nanostruktúrákat kutatnak. Nekem az a feladatom, hogy ilyen gyűrűs szerkezetű, tulajdonképpen egy kosárka alakú, mindkét végén lyukas, hát tulajdonképpen molekulánk ezek is, ezekből készítsek réteget, és ezek különböző méretűek, belső tulajdonságúak, az elektromos
kölcsönhatások elég specifikussá teszik a közegből érkező molekulák számára, tehát elég szelektíven, méretszelektíven mondjuk ki lehet szűrni velük a keresett anyagot. Ezek közül egyik, hát itt többet felsorolok példaként, az egyik a ciklodextrin, amely glükopiranóz egységekből áll. 6-7-8 a tagból állnak ezek a gyűrűk legtöbb esetben, illetve ezek a gyűrűk a szélükön még funkcionalizálva is vannak, amelyek a rétegképzés segítik, illetve további szelektivitást lehet velük elérni. De más lehetséges molekulákat is alkalmazhatunk, amelyek más összetételűek, ezért nyilván más anyagok detektálására alkalmasak. Mit szeretnétek érzékelni ezekkel a szenzorokkal? Tulajdonképpen a ciklodexinek, amelyekre épül a munkám, speciális tulajdonságok abban a tekintetben, hogy a belső felületük egy apoláros, egy hidrofób jellegű üreg, amely főleg szerves apoláros oldószer molekulák könnyű detektálására, megkötésére alkalmas. És erre épül tulajdonképpen egyébként több irányú kutatás. Ezek a molekulák jelen vannak akár a kilélegzett levegő, az ember által kilélegzett levegőben, persze nagyon kis koncentrációban, és például különböző egészségi állapottól függő arányban. Tehát lehetséges, lehet kimutatni különböző akár tumoros megbetegedések, vagy drogfogyasztások következményeként megváltozott koncentrációkat ilyen rétegekkel. Hát sok sikert kívánunk ez az új kutatáshoz, és akkor most a pálya a tiéd, és szeretném megtudni, hogy mi mindenre jók a mikrokapszulák, mi mindenre lehet ezeket használni. Úgyhogy át is adnám a terepet neked. Köszönöm szépen. A kapszulákról annyit érdemes tudni, hogy jelen vannak az életünkben, mindannyian ismerjük a gyógyászatban jelenlévő kapszulákat. Ezek makrokapszulák, de a mezőgazdaság is alkalmazza őket, például különböző műtrágyák formulázásának egy kedvelt formája a kapszulázás. Közös jellemzőjük, hogy általában valamilyen kerek, kör alakú szerkezetek. Céljuk az, hogy egy stabil, hordozó szerkezetként megfelelő hatóanyag tartalommal bírjanak, és ezt a hatóanyagot adott környezetben, körülmények közepette adják csak le, egészen addig, amíg nincs rá szükség, biztonságban bezárva legyenek. A hatóanyag kiutása egy nagyon fontos tényező ebben a témakörben. Általában kétféle kapszulát készítenek. Az egyik, mint ahogy a Kinder tojás, illetve ez a tea filter is mutatja. Tehát az egyik az, amely működés során mechanikai hatása nyílnak ki ezek a kapszulák, felhasad a faluk. Tehát mag, illetve héj szerkezetűek. A másik típus pórusos szerkezettel, héjjal, vagy teljes tömör, teljes mátrix szerkezettel bír. Ez erre az jellemző, hogy folyadékban alkalmazzák, és vagy pH, vagy hőmérséklet, vagy valamilyen más paraméter hatására fokozódik, vagy csökken a benne rejlő hatóanyag leadása. A mikrokapszulákat, tehát az, hogy mikrokapszula, az a méretére utal természetesen. Az előbb mutatott kapszulák egészen nagyok, több milliméter, akár centiméteres nagyságúak is. Amely kapszulákkal foglalkoztam, ezeket funkcionális bevonatok
adalékanyagaként szándékoztam előállítani. Funkcionális bevonatnak hívjuk azokat a festékeket, vagy más jellegű bevonatokat, amelyek azon kívül, hogy egy folytonos, akár dekoratív, akár mechanikai védelmet nyújtó rétegek, még külön tulajdonsággal is rendelkeznek, például úgynevezett öngyógyító bevonatokként, vagy hőtároló, vagy égésgátló bevonatokként. A többféle módon lehet készíteni funkcionális bevonatokat, a mikrokapszulák beleágyazása az egyik kutatott terület. A mikrokapszulákat itt az alsó képen látható többféle szerkezetben, a feladatuknak megfelelő szerkezetben alkalmazzák a festék réteg vastagságának csak töredéke átmérővel készítik őket, és például látens, tehát fázisváltásra képes anyagokat kapszuláznak, és így a velük ellátott bevonatok a hirtelen hősokkot nyelik el például. Hasonló módon például az égésgátló bevonatokban habosodó vagy elgázosodó anyagokat tesznek kapszulázott formában, és így lángra kapás helye gyakorlatilag csak szenesedik, vagy felhabosodik, tehát egy hőszigetelő réteg képződik a hőforrás környezetében. Tehát a szerkezetük szerint, ahogy említettem, mag, héj, illetve tömör mátrix szerkezetű kapszulák léteznek. A mag, héj szerkezetű kapszula legtöbb esetben folyadékot tartalmaz, majd itt a saját kutatási területemre utalva, ugyanis az öngyógyító bevonatok kapszulái valamilyen ragasztóanyagot tartalmaznak. Majd később bemutatom. A hatóanyag kiutása pedig mechanikai hatása történik, amely során a kapszula vékony héja pár 10-100 nanométeres héja felhasad, és így kiereszti a benne lévő anyagot. A mátrix szerkezetű kapszulák szilárdak, és ezen belül az jellemzi őket, hogy pórusosak. Kisebb-nagyobb pórusok vannak vagy a héj szerkezeten, vagy az egész kapszulában, és belőlük a hatóanyag diffúzió során folyadék közegben távozik. Ez volt a doktori disszertációm címe, mag, héj és tömör mátrix szerkezetű mikrokapszulák előállítása, valamint alkalmazása öngyógyító és biolerakódás gátló bevonatokban. Tehát mindkét féle kapszulával foglalkoztam, és igyekeztem új területeket nyitni a nemzetközi kutatásban. Először az első témáról beszélnék, a korrózió gátló, illetve öngyógyító bevonatokról. A fenti képsorokon mindannyiunk által ismert jelenség fém, leginkább acél rozsdásodása látható, melyek általában a bevonat réteg sérülése után kezd el terjedni, akár az épp bevonat réteg alatt is, a sérülés mellett. Ez ellen úgy kívántunk védekezni, hogy valamilyen ragasztó anyagot, tehát majd mondom, hogy milyen típusút, tartalmazó makély kapszulákat ágyaztam a festék bevonatba, és a tervek szerint a felületet ért karcolás jellegű sérülés felsértette a kapszulákat. A kapszulákban lévő ragasztóanyag aztán lehetőséget kapott arra, hogy kitöltse valamelyest a keletkezett hézagot, és így elzárja a korrozív közegtől sérülés során kiszabadult fémet. A kapszulák töltete. Többféle anyag lehet, kísérleteznek a nemzetközi irodalomban, illetve közlik a nemzetközi irodalomban kétkomponensű ragasztóanyagok használatát.
De, és sokféle drága és nem egészen egészséges anyagok használatát is. Kínálkozott egy nagyszerű alternatíva, hogy használjunk olyan anyagot, amely gyakorlatilag természetbarát, természetes anyag, és a lehető legkevesebb katalizátor hatására, vagy esetleg anélkül képes megszáradni, megszilárdulni. A lenolaj erre kiváló jelölt volt, mert a levegő oxigénjének hatására gyakorlatilag meg tud keményedni, és ezt a nagyon-nagyon régóta használják fafelületek kezelésére. A kapszulák elkészítése általában emulziós polimerizációval történik. Első, hát az ábra soron mutatom be, egy olajos fázis emulgiálását, nagyon finom eloszlatását a vizes fázisban. Többféle módszerrel érhetünk el, vagy állíthatunk el emulziót, akár ultrahangos rázatással, amivel egészen finom, akár mikrométer alatti átmérőjű itt cseppek tulajdonképpen későbbiekben megszilárduló héjjal rendelkező kapszulák keletkeznek, illetve kevertetéssel különböző profilú keverőszárakkal, keverőfejekkel. Az a célunk, hogy gyakorlatilag egy olaj a vízben típusú emulziót állítsunk elő, melyben a kék fázis, foltonos fázis, itt ebben az esetben vizes, és tartalmazza a későbbi héjképző komponenseket, amelyek változatos reakciókon keresztül, az esetemben egy polikondenzációs szolgél reakció során szilárd polimer héjat képeznek a kapszula az olaj felületén. Több kevertetése módszerrel is állítottam elő emulziókat. Itt az előbb említett ultrahangos emulgiálás láthatjuk különböző rázó tükkel, ezek igen nagy, több kiloherces frekvencián rezegnek, és dispergálásra, mindenféle bontási folyamatokra ideális eszköz. Ez pedig egy nagy teljesítményű laboratóriumi száraz gyorskeverő, különböző profilokkal. Ez nyújtotta a legnagyobb segítséget, mely során szabályozható méretű és méreteloszlású kapszulákat sikerült előállítani. A kapszula nagyon fontos eleme a belső tartalom mellett a héj, amely tulajdonképpen a stabilitását, a későbbiekben a felhasználás során a stabilitását adja. Ez a stabilitás ez lehet mechanikai, tehát a később a festékhez való hozzákeveréskor nagyon fontos, és a mechanikai mellett pedig a kémiai. A festékek, hogyha oldószeresek, de hogyha vizesek is, vizes bázisúak, nagyon fontos, hogy ne oldják fel egyrészt a héjat, másrészt pedig ha a pórusokon keresztül ne oldják ki a hatóanyagot. Tehát mindenképpen egy zárt, inert héjat kell képezni, és ezt a héj vastagításával tudjuk elérni. Az alsó képsorok ezt mutatják, hogy egyre vastagabb héjú kapszulák keletkeznek. A bizonyos paraméterek változtatásával a jobb oldali képsor pedig azt mutatja, hogy milyen a kapszula héjának felszíne. A felszín növelésével, tehát például a kapszula héj anyagából képződő nagyon pici nanométer méretű, pár száz nanométer méretű polimer szemcsék, hogyha rátapadnak, rákötődnek a kapszula héjára, nagyban növelik a héj felületét, és ezzel javítják a kapszula és a festékréteg közötti kölcsönhatást, tapadást. Ezt az ábrát nem mutatom be részletesen, az a lényege, hogy a falvastagságot, illetve a kapszula héjnek az érdességét sok kísérletből
meghatározott paraméterek alapján, vagy paraméterek változtatása szerint sikerült sikerült számíthatóan, tervezhetően változtatni. Az elkészült kapszulákról láthatunk itt felvételeket, ezek pásztázó elektronmikroszkópos felvételek. Különböző mérettartományok szerepelnek itt a skálákon, de ezek különböző kapszulák is, tehát nem ugyanarról a sarzsról, vagy nem ugyanarról a típusról készültek. Csak azt kívánom ezzel szemléltetni, hogy a méreteloszlásuk szűk, illetve a felületi morfológiájuk is erősen különböző. Valamint vékony hártyaszerű héjat is lehet látni. Tehát a kapszula teljes átmérőjéhez képest itt nagyon pici vastagságokról van szó. A héj szerkezet megfigyelésében nagy segítséget nyújtott a transzmissziós elektronmikroszkópia. Ez azt jelenti, hogy nagyon vékony mintákon halad át elektronsugár, és közben, ahogy az anyaggal, a mintával kölcsönhatásba lép, a kapott kép azt a minta elektron sűrűségét jelzi gyakorlatilag. Mivel ilyen vékony mintákat nagyon nehéz előállítani, itt száz nanométer alatt, ha jól tudom, tehát mindenképpen ez alatti vékonyságú mintákat kell előkészíteni. Ezek a felvételek nem is így készültek, hanem platina, illetve szén gőz lett leválasztva a kapszulák metszetére, az elmetszett kapszulákra, melyek abban az állapotban fagyottak voltak, máskülönben nem lehetett volna például egy olajfelületre rápárologtatni fémet vagy szenet. És ezt a replikát tulajdonképpen, ami rá lett párologtatva a lefagyasztott és eltört mintákra, később leválasztottuk, majd ezeken végeztük el a transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatokat. Amit ezekből lehetett látni, szintén a felületi morfológia, ezt például úgy kell elképzelni, hogy itt a kapszula, és ez nem egy metszett, nem egy elmetszett kapszula képe, illetve másolata, hanem a kapszula külső héja mentén tört el itt az anyag, és a külső héj domborzatát láthatjuk. Ez például egy keresztmetszeti kép, egy kisebb kapszula, illetve egy nagyobb kapszula összetapadva. Ha látszik, akkor tehát megállapítható elég pontosan a kapszula héj vastagsága is. Abból, hogy a kapszula héja mentén, tehát ezeket valamilyen oldószerben szuszpendáltuk a vizsgálatok előtt, ezeket a kapszulákat, és az egész oldószerrel együtt voltak lefagyasztva. Majd ezt a mintát eltörve adódtak ezek a felszínek, ezek a felületek. Meg lehet különböztetni azokat a kapszulákat, amelyek az oldószer és a kapszula héj mentén, tehát azokat a mintákat, amelyek két fázis mentén törtek, illetve ahol a kapszula maga ketté hasadt. Ez információval szolgál a kapszula héj és a különböző minőségű oldószerek kapcsolatáról. Aztán ezeket a kapszula héj anyagát, egyébként nagyon sokféle anyagot próbáltam, illetve sokféle arányban a komponenseket szintetizálni, és bizonyos tekintetben nagyon nehéz egész kapszulák görbült felületeit vizsgálni, héját. El kell távolítani belőle ehhez az oldószert, és nehéz kvázi kétdimenziós mintát preparálni belőlük. Ezért végeztem olyan kísérleteket is, vagy kutatást, amely során vízszintes, tehát sík hártyát sikerült létrehozni a kapszula héjának megfelelő anyagból. És ez azért volt fontos, hogy különböző
vizsgálatokat lehessen végezni ahhoz, hogy milyen anyagokat ereszt át ez a hártya. A kapszulázás sikerességét aztán mikroszkópokkal ellenőriztük. A felső két kép optikai mikroszkóppal készült. A bal oldalon látható kapszulák színezett lenolajat tartalmaznak. A jobb oldali képen pedig szétroncsolódott kapszula héjak láthatók. Itt referenciaként látszik egy-két épp kapszula is. Ez is sokat mond arról, hogy kevertetés közben milyen méretű kapszulák maradnak éppen, illetve mosási folyamatok során is melyik oldószereket bírják ki. A kapszulázás sikerességét még további módszerekkel is lehet ellenőrizni, például optikai spektroszkópiával, infravörös spektroszkópiával. Ilyenkor a molekuláris elektron állapotok, illetve rezgési állapotok változását, illetve különböző hullám hosszokon való elnyelését használjuk ki arra, hogy ellenőrizzük bizonyos csoportok vagy anyag jelenlétét. A felhasználás tulajdonképpen abból áll, hogy a kapszulákat bizonyos arányban hozzá keverjük teszt bevonatokhoz, illetve kereskedelmi bevonatokhoz is, és ellenőrizzük, hogy a kapszulák éppen maradtak-e ezután a bekeverés után, illetve a acélfelületekre való felhordást követően ellenőrizzük azt, hogy sérülés esetén, a bevonat megsérülése esetén, ez valamilyen vágás vagy karcolás, kiút-e a hatóanyag, ami a kapszulába be volt zárva. A baloldali kép az egy fluoreszcens mikroszkópos felvétel, ez azt jelenti, hogy a kapszulákba talán nem látszik annyira, de szerte itt a bevonatban láthatók zöldes derengések, amelyek a kapszulák tulajdonképpen, és amikor pengével megkarcoltuk itt a nyilak irányában ezt a bevonatot, akkor a zöldes fluoreszcens színezékkel megjelölt töltőanyag, ez a lenolaj, elkenődött, szétterült a karcolások mentén. Tehát ebből a szempontból sikeres volt ez a jó feltételezés volt az, hogy ez így működhet. A gyakorlati működés pedig, hogy a korróziót ez a kiutott olaj gátolja-e vagy sem, a következő kísérlettel, illetve ennek még nagyon természetesen nagyon sok más változatával is igazoltam. A baloldali képsor olyan lefestett acéllemezt mutat korrozív oldatban, amelyben nincsen kapszula. A mikrokapszulával ellátott festékbevonat pedig azt mutatja, hogy a 24 órás korróziós teszt végeztével jóval kevesebb korróziós termék, vagy rozsda keretkezett a mintán. A korróziós közegek általában valamilyen többféle van. Gyakori a nátriumklorid, tehát konyhasó oldat használata, illetve ehhez még másokat is kevernek. Vannak erre szabványos mérések, illetve előírások. A kutatásnak hát körülbelül 60%-át tette ki az elektrokémiai kutatás, és talán egy másik diával kezdeném. Az elektrokémiai mérések lényege tulajdonképpen az, hogy a kapszulás festékkel lefestett fémlemez, és tehát ez a lemez egy korrozív oldatba merül, és emellé bemerítünk még egy elektródot. A lemez lesz az egyik elektród, a bemerített pedig, másik elektród pedig a referencia. Köszönöm. Hát igen, hát hogy igazából három elektród is szerepel, de nem akarom ezt ennyire részletezni. Hát az a lényeg, hogy a bevonatnak tulajdonképpen az ellenállását szeretnénk megvizsgálni, elektromos ellenállását. Leegyszerűsítve
arról van szó, hogy minél nagyobb az ellenállás egy bevonatnak, annál jobban véd, annál jobban szigetel. És a mintákat úgy vizsgáltuk, hogy a mindegyiket karcolás után merítettük bele a korrozív oldatba, és néztük, hogy bizonyos száradási idők elteltével, tehát feltételeztük, hogy a kapszulákból kijutó anyag megszilárdul, illetve tényleg folytonos réteget, védő záró réteget képezett a karcolás helyén. Tehát azt próbáltuk megvizsgálni ezzel, hogy valóban így van-e, és valóban nagyobb ellenállásokat kapunk egy kapszulával kezelt, kapszulával ellátott bevonat esetén. És hát az összegzés ennek az lett, hogy igen, tehát működik az eljárás. A fekete négyzetekkel jelölt görbe a referencia mintát mutatja, ahol nem volt kapszula a festékben. A kék esetben, kék körökkel, illetve vonallal jelölt esetben tartalmazott kapszulát a bevonat, és egy száradás gyorsító anyagot is, és nagyobb ellenállásokat produkált a mérési idő teljes hossza alatt. A legjobb eredményt olyan kapszulákkal értük el, amelyek be a lenolaj mellett, illetve a száradás gyorsító anyag mellett még korróziós inhibitorokat is alkalmaztunk. És lehet látni, hogy a vizsgálati idők nagy részében, illetve az első felében akár nagyságrendi javulást is elérhettünk ezzel a módszerrel. És akkor pillanat erejéig visszatérve erre a színes ábrára, volt egy másik elektrokémiai módszer is, amit ebben a területben kutatótársaimmal először használtunk, ez az elektrokémiai pásztázó elektrokémiai mikroszkóp volt. Egy mikroelektróddal a nagyon finom felbontásban lehetett a megkarcolt felület közvetlen környezetében vizsgálódni, és a korrozív közeg által kioldott vas ionokat, illetve a jelenlévő oldott oxigén tartalmat vizsgálhattuk vele. A bevonat minőségét jelzi ez a két felület, áram erősségek szempontjából az adódott, hogy tehát ezzel a módszerrel is sikerült igazolni, hogy a kapszulázás működik. A mikrokapszulával ellátott bevonat képes megvédeni sérülés után a fémet a további korróziótól. A másik téma a biolerakódás gátlása volt a másik típusú kapszulákkal, a tömör mátrix szerkezetű kapszulákkal. A biolerakódásnak hívjuk a különféle mikroorganizmusok megtelepedését, illetve ezek anyagcsere termékeinek megtapadását különböző felületeken. Ezzel bárhol találkozhatunk a hétköznapokban is, penész formájában, vagy hosszabb ideig vízben, természetes vízekben merülő felületeken, illetve ipari környezetekben is. A biolerakódás ellen természetesen nagyon régóta harcolnak, valamilyen biocidot szoktak bele hozzá adagolni a festékhez, melyek többnyire erősen környezetszennyező, illetve egészségre káros fémsók, vagy mindenféle szerves vegyületek. Utóbbiak itt a felsoroltak elég specifikusak, tehát azt próbálják elkerülni, hogy minél kevesebb legyen a nehézfém szennyezés, és ennek alternatívái ezek a szerves anyagok. Ezek mindenféle szűk spektrumú biocidok, amelyek vagy csak gombára, vagy csak algára hatnak, de ennél fogva nem lehet azt mondani, hogy egy teljes körű védelmet nyújt a biolerakódással szemben. Vannak nagyon régóta ismert és használt anyagok, univerzális, széles spektrumú biocidok, ilyen például az ezüst, amelyet jelenleg is használnak kórházi kezelések
kávénél is, például az égési sebeket ezzel szokták fertőtlenül ezüst tartalmú kenőcsökkel, vagy nanoezüsttel ellátott textil ruházattal. A biocidok másik vizsgálati szempontja, hogy meddig képesek védelmet nyújtani. Mert tapasztalatok azt mutatják, hogy akár például a balatoni hajókat tekintve néhány évenként mindenképpen le kell cserélni az egész bevonatot, mert hamar kioldódik belőlük a hatóanyag. A kapszulázás erre is válasz lehet, illetve megoldás, mert egy tömör mátrix szerkezetű kapszulát hatóanyaggal ellátva elhelyezünk a vízzel érintkező felső bevonatrétegbe, akkor a vízzel valamelyest érintkezve diffúzióval ki tud jutni a hatóanyag a felületre, és itt meggátolva a mikrobák megtelepedését. A kapszulon mátrixa, amellett, hogy a festék maga is egy gátló, lassító hatást ér el a kioldódás tekintetében, lassítja ezt a folyamatot, attól függően, hogy milyen jellegű az a mátrix, amiből a kapszula felépül. A doktori munkám második részét ez a kutatási irány tette ki. Nano ezüstöt szerettem volna kapszulázni, ilyen tömör kapszulákba, és erre egy természetes anyagot, a zselatint választottam, mint mátrix alkotó komponenst. Itt az ezüst formáját, a felhasználási formáját is végig kellett gondolni, mert tulajdonképpen mindegyik formája tökéletes biocid, de az oldhatóságuk más. Például az ezüstnitrát az tökéletesen oldódik vízben, valószínűleg gyorsan kioldódna a bevonatokból is. Az összes többi az nagyon lassan, nagyon kis mértékben oldódik. Előkísérletek alapján azt mondták ipari partnerek mégis, hogy nem elegendő, nem veszi fel a versenyt, közvetlenül a festékbe keverve a hagyományos biocidokkal. Ezért volt szükség a kapszulázás alkalmazására, hogy ezeket a kis oldhatóságú vegyületeket még oldhatatlanabbá, lassabban oldódóvá tegyük. Itt ezen az ábrán ezek a tömör mátrix szerkezetű kapszulák felhasználási területét, kutatási területét kívántam ábrázolni. Nagy divatja van a szálakon való kapszula rögzítésnek, szálak felületén, illetve szál anyagába bele kombinálva. Esetünkben nyilván nem erről volt szó, hanem felületekkel, tehát a sík felületekkel kellett dolgozni. Itt a kis fekete pöttyökkel szemléltetem az ezüst nanorészecskéket és ezeknek a kijutását. Jó. Ehhez a szintézishez, a mátrix szerkezetű kapszula szintéziséhez egy új típusú reakciót kellett kidolgozni. Amiatt is, mert a zselatinból tulajdonképpen elég könnyen lehet kapszulát készíteni azzal egy olyan eljárással, hogy a vizes fázist oszlatjuk szét egy olajos közegben, és a korábbi, a makké kapszula előállításához hasonló módszerrel, csak fordított fázis arányjal megkapjuk a magát a kapszulát, de a zselatin önmagában eléggé duzzad. Tehát ezt belekeverve egy olyan festékbe, ami vízzel kölcsönhatásban van, nem jó ötlet, mert megbontja az egységét a festéknek, lepereg. Tehát emiatt ezt a nehézséget át kellett hidalni oly módon, hogy a reakció stöhiometriáját végig kellett kísérletezni, hogy mi az ideális. A zselatin mellett, ugye a zselatin fel is oldódna a vízben, tehát mindenképpen szükség volt egy kémiai térhálósításra, egy olyan kötésre, amit a víz nem tud feloldani.
De még ha térhálósítva is van a zselatin, önmagában még akkor sem csökken le annyira a duzzadása, hogy alkalmazható legyen. Ezért kellett hozzá egy másik komponens is még, ami a karbamid lett, az is természetes anyag. És tehát a két, illetve három anyag arányát változtatva sikerült kikísérletezni egy olyan összetételi arányt, ahol az elkészült zselatin kapszula duzzadása igen alacsonyra, szinte nullára csökkent. Itt látható milliméter papíron az elkészült kapszula halmaz, illetve pásztázó elektromikroszkópos felvételen nagyobb nagyításban is. Igen, tulajdonképpen itt igen, egy optikai mikroszkópos felvétel is látható még kiegészítésként, és a transzmissziós elektromikroszkópos felvételek. A kapszula előállítása után meg kellett győződni arról, hogy a szándékunk mi szerint az ezüstöt be akarjuk juttatni, és nano fémes formában szeretnénk ezt ott beágyazni, tehát hogy ez sikerült-e, és ehhez kellett a körülbelül 100 nanométer vastagságú szeleteket levágni ezekből a kis kapszulákból, majd az elektronmikroszkóppal megvizsgálni, és elektron diffrakcióval, illetve röntgen diffrakcióval ki lehetett mutatni, hogy fémes nanoezüst van elhelyezve viszonylag homogénen és szűk méreten oszlással a kapszulákban. A kapszula működése a legfontosabb, a hatóanyag leadása a legfontosabb paraméter, amit a következőkben vizsgáltunk. Megnéztük, hogy a kapszulából milyen gyorsan oldódik ki az ezüst vizes közegben, összehasonlítva a nem térhálósított, illetve térhálósított kapszulákat, és azt találtuk, hogy körülbelül egy hónapos kioldási idő alatt a térhálós kapszulából egy nagyságrenddel kevesebb ezüst oldódott ki, két különböző színnel jelöltem, tehát itt a kisebb érték tartozik a térhálós kapszulához. Ez nagyon jó, mert ezzel is nyerünk a felhasználhatósági időt tekintve. A kapszulák működését aztán vizsgáltuk bevonatba keverve is, összehasonlítottunk három bevonatot. Az egyikben az előállított nanoezüstöt tartalmazó mikrokapszulás bevonat képezte, másik kettő bevonatba pedig közvetlenül, tehát nem kapszulázva, egy vízoldható, meg egy nem vízoldható ezüstvegyületet adtunk. Itt is a kék görbe jelzi a térhálós nanoezüstös mintát, a másik kettő pedig a pirosak. És az látható, hogy két hónapi kioldódási vizsgálat után a térhálós, tehát a nanoezüstöt kapszulázva tartalmazó bevonatból kevesebb, mint 1%-nyi oldódott ki, míg a másik két bevonatból ilyen 80%-nyi ezüst tartalom. Hát ez majd két nagyságrendnyi különbség. És ez a kioldódási különbség ott mutatkozott meg igazán jól, amikor természetes vízmintában, balatoni vízben néztük az algák megtelepedését ezeken a festékeken. Ezek is fluoreszcens felvételek, amelyeket láthatnak itt az alsó sorban. A vöröses elszíneződések jelzik az algák telepeit. Azt lehet látni, hogy az ezüst nélküli bevonat elég hamar megpirosodott, tehát az algák elég hamar befették, míg az ezüst karbonátos, illetve az ezüst nanorészecskés, a kapszulázott nanoezüstös bevonaton nem látunk, legalábbis jóval kevesebb vöröses szint látunk. Itt elég sötétek ezek a felvételek, de diagramon is ábrázoltam. A piros görbe jelzi a referencia adalék nélküli bevonatot, ahol
néhány hét alatt gyakorlatilag közel 100%-os borítottságot tapasztaltunk, az algák, az algával való borítottságot. A másik két esetben pedig elég alacsony maradt ez a szint. Hát, hogy kiemeljem a különbséget, a festékbe közvetlenül bekevert ezüst vegyület és a kapszulázott nanoezüst között, ahhoz nézzük meg, hogy itt a hatodik hét környékén a kapszulázott nanoezüstös bevonatból az teljes ezüst tartalomnak körülbelül 6%-a oldódott ki, míg eddigre az ezüst karbonát már 40%-át elvesztette ennek az ezüstnek. És hát a vizsgálat végére, ami 26 hétig volt jelölve, de azt hiszem, igen, 28 hetes volt, a kapszulás mintában még majdnem a 100%-a jelen volt, és hatékonynak bizonyult. Ez eddig tartotta a doktori munkámnak a bemutatása. Nem tudom, lehet az, hogy kapszulás vonatkozás, az osztályon továbbra is végzünk kapszulázási munkákat, kutatásokat, de más témában. Ez például egy nagyon aktuális, nagyon fontos és érdekes téma, amelyet a kollégákkal végzünk. Az ábrán egy éren belül áramló vér egy minta látható. Az a folyamat kiragadva, ahol megsérül az ér, vagy tehát valahogy tehát egy mechanikai behatás hatására egy vérrög képződés indul meg. Ez ugye, ennek nem kell hangsúlyozni a veszélyességét. A vér, a trombózis veszély csökkentése véget nagyon sokféle gyógyszert, medicinát alkalmaznak, de nagyon nehéz modellezni az élő szervezetben a trombusnak, ennek a vérrögnek a felépülését, illetve a lebomlását, mert a szervezetünkben egyfolytában jelen vannak azok az enzimek, amelyek ezek a trombusokat bontják is, de nehéz az ér belsejében vizsgálni őket. Ezért különböző modell géleket hozunk létre, melyek tudod, hát mechanikai, illetve hát áteresztő képességüket tekintve hasonlatosak a vérrögökhöz, és mikroelektródákat helyezünk a vérrögbe, majd a vérrögre bontóenzimet juttatunk. Most az enzim típusa, illetve a vérrög sűrűsége, vagy a modell anyag sűrűsége, és sok más paraméter változtatásával szeretnénk választ kapni kérdésekre ennek az egész folyamatnak a részleteire. A mikroelektródán ez egy nagyon vékony, tűszerű elektróda, itt van nagyítva a képe, elektromos érzékelő felületek találhatók rajta, és ezeken olyan molekulák vannak rögzítve, amelyek elektromos jelet adnak az elektróda számára. Ez aztán hozzá van kötve számítógéphez, illetve elektromos műszerhez, elektrokémiai műszerhez, és a szenzor érzékeny felületére rögzített jelző molekulák adnak jelet. Hogyha ez a tű bele van szúrva a rögbe, a trombusba, és az emésztőenzim folyamatosan oldja fel a vérrögöt,
akkor közben az érzékelő felületre rögzített hát jeladó vagy ilyen közvetítő molekulának hívott molekulát is lecsippenti a molekulák végéről, tehát az érzékelő felület felszínéről. És tulajdonképpen az elektrokémiai jel csökkenését, megszűnését látjuk annak függvényében, hogy az enzim hogy halad előre, hogy folyósítja el ezt a rögöt, ezt a gélt. Azonban itt a kapszulázás úgy csatlakozik be ebbe a kutatásba, hogy ezek az elektród felületek kicsik, relatíve nagyon kicsik ezért, és ráadásul jel csökkenést kell figyelnünk, detektálnunk. Ez sosem annyira hatékony, mint hogyha valami jel megjelenését kéne figyelni. Ezért egy olyan úton indulunk el, ahol itt ez a kék nagy téglalap jelzi a géles anyagot, ami a trombusnak a modellje. Ez az előbb látott elektród, ahol a piros részek az érzékelő felületek. A kis sárga gömbök mikrokapszulák, olyan mikrokapszulák, amelyek bele vannak ágyazva ebbe a gélbe már a gél létrehozásakor. És a kapszulában vagy ilyen ciklodexinek bezárva, vagy különböző fehérjék bezárva található ferrocén, ez az a jelző molekula, ami az elektród számára jelt ad. Az az elképzelés, hogy ahogy az bontóenzimet hozzáadjuk ehhez a gélhez, megemészti, vagy elemészti a kapszulát is. Ezáltal ki tud szabadulni a ferrocén, ez a jel továbbító molekula, és oda tud diffundálni az elektródhoz. És csak ekkor kapunk jelet, amikor a kapszulát feloldja, lebontja az enzim. És a kapszulában jóval több ilyen jeladó molekula zárható be, mint hogyha csak az elektród felületén lenne megkötve. Ezáltal egy ilyen kémiai erősítést érünk el. Tehát ilyenfajta kapszulázással foglalkozunk jelenleg. És azt hiszem, hogy igen. Köszönjük szépen Tamásnak, hogy bevezetett a mikrokapszulák rejtelmeibe. Van idő egy néhány kérdésre. Addig, amíg a közönség gondolkodik, bemutathatjuk, hogy ez a lenolajos kapszula ez működik. Várható-e az, hogy ez megjelenik a kereskedelemben? Vannak-e erre vonatkozóan együttműködéseitek? Optimista vagyok. Szerintem várható. Az idő tartam, azt nem tudnám megjósolni. Együttműködések vannak, bár a tőkebevonás az mindig egy kritikus pont. De azt hiszem, hogy a nemzetközi irodalomban növekvő számú publikáció, ebben a téren, vagy ezen a téren növekvő számú publikáció is jelzi, hogy ezzel érdemes foglalkozni. Jó, van egy kérdés bárkinek. Azt még árul el nekünk, hogy az, hogy ezüstöt használtok, ez mennyire teszi drágává ezt az eljárást? Figyelembe véve, hogyha sikerül két nagyságrenddel megnövelni gyakorlatilag más ezüstvegyületekhez képest a hatékonyságát. Ezen más ezüstvegyületek pedig sokkal hatékonyabbak, mint a most használatos anyagok, akkor azt lehet mondani, hogy ez így gazdaságos lenne. Persze ebben még nem számítottuk bele a méretnöveléssel és az abban fektetett kutatással járó költségeket, de úgy tűnik, hogy ez egy potens megoldás lehetne. Jó, még egyszer. Kérdés van-e még? Hogyha nincs, akkor én szeretném Tamásnak megköszönni, hogy eljött hozzánk ide a Csodák palotájába, és bevezetett minket kicsit a vegyészek hétköznapjaiba, illetve hallhattunk a mikrokapszulákról, és arra szeretnélek kérni, hogy hagyományainkat követve te is írjál a mi kis emlékkönyvünkbe, és mindazoknak, akik jelen vannak, illetve akik követnek minket az interneten, mondanám, hogy legközelebb január 12-én találkozunk, szintén kedden, akkor Berényi Szilvia jön el hozzánk a Műszaki Egyetemről, aki nanogyógyászat és nanodiagnosztika címszó alatt tart majd előadást.
akkor is várunk mindenkit szeretettel, és külön köszönjük azoknak, akik a Csodák Palotája Facebook oldaláról kattintottak a Galileo oldalára, illetve az Élmény a Kémia Facebook oldalról, és még egyszer szeretném megköszönni Tamásnak, hogy eljött hozzánk, illetve a Galileo csapatának, hogy a világhálón is közvetítette a programunkat. Köszönjük, és várunk mindenkit januárban is. Köszönöm szépen a meghívást. És egy kis ajándékot hagyjunk csak át. Köszönöm szépen.